Hogy érezted magad? Milyen volt a pálya? Én még azóta is extázisban vagyok, mert én ezt annyira élveztem, szerintem ez nekem eddig a kedvenc napom volt. De jó. És mit gondolsz, remélem, hogy azért nem vagy elkenődve. Nyilván jobban örültem volna, hogyha hozok pontot, de ezt tényleg úgy fogom fel, hogy nem baj, nem sikerült, holnap jobban fog menni, meg tényleg próbálok a következő napra koncentrálni. Na, ezt akartam hallani. Nagyon örülök, hogy tudtam ma versenyezni, és legalább szereztem ezen is a pályán egy kis rutint. Igaz, hogy csak egyet futottam, ami nem sikerült, és próbálom úgy felfogni, hogy ha következő alkalommal ezen a pályán fogok menni, biztos vagyok benne, hogy jobban fog sikerülni. Én azt gondolom, hogy szerintem az egész csapatnak tök jó volt téged látni, hogy tök nagy energiád volt egész nap, vagy inkább egész este, és így szerintem mi is átvettük ezt a fajta energiát. Köszönöm szépen. Én mindig úgy érzem, hogy jókedvű vagyok, mióta itt vagyok, és én ezt remélem, hogy át tudom ragasztani a többi emberre is, mert ez engem még boldogabbá tesz, az egyik, az a másik meg, hogyha tényleg ezen múlnak dolgok, ezen múlik a csapatnak a hangulata, hogy én ezt át tudom-e adni nektek, akkor meg ezt kell csinálni? Szerintem simán át tudod adni mindenkinek. Most a kihívóknak is sikerült átadnod. Hát ennek nagyon örülök, ez nagyon pozitív nekem is, mert akkor ezek szerint többiek is élvezik az én társaságomat, úgyhogy ez engem csak még jobban feltölt, úgyhogy ki kell vinnünk a pályára ezt a lelkesedést, és nem utolsó sorban élvezni minden másodpercét. Én mert biztos, hogy így élvezni ez a legfontosabb. Nagyon jól esnek Adél szavai, amikor mondja nekem, hogy mennyire motiváltnak lát engem, mennyire energikusnak lát minden egyes nap, és én remélem, hogy ezt én át tudom adni neki ezt a fajta energiát, ezt a jó kedvet, nem csak neki, hanem a csapatban bárkinek, vagy úgy unblock az egész csapatnak, hiszen egy ilyen személyiség vagyok, és ha én át tudok adni valakinek egy pozitívumot, mint például az én jó kedvemet, akkor ez nekem nagyon jó. Ez nekem nagyon jó, és ez nekik is jó. Tehát ez egy win-win szituáció. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.